Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Ungvári Krisztián szerint Mincenti József személye teljesen alkalmatlan arra, hogy kultuszt építsenek köré. A történész úgy látja, az, hogy valakit az elveiért üldöztek a kommunizmus alatt, önmagában még nem elegendő ahhoz, hogy az érintettet boldogávassák. De ki volt Mincenti József és milyen érdemei voltak a herceg primásnak? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Fejérdi András egyháztörténész, aki szerint Mincentit nem lehet megérteni, ha összetett alakját csak politika történeti megközelítéssel vizsgáljuk. Voltak hibái, túlzásai és hiányosságai, de Mincenti akkor is minden magyar tiszteletre méltó bíborosa. Ezt pedig már Kovács Gergely, a Mincenti Alapítvány képviselője vallja. Itt lesz Virné Diera Bernadett történész, aki szerint a történészeknek harag és részrehajlás nélkül érdemes a hercegprímás személyét vizsgálni. Valamint stúdióba várjuk Sós Viktor Attillát, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagját. Ő úgy látja, mint Szenti nem csak a katolikusok, hanem egész nemzetünk nagyformátumú hőse. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm kedves vendégeinket, szervusztok, örülök, hogy itt vagytok. Egy olyan személyiség, egy olyan történelmi személyiség lesz ma a beszélgetésünk fókuszába, akinek a, a történelmi szerepével kapcsolatban legalábbis a rendszerváltoztatás óta egyfajta konszenzus volt, egy csendes konszenzus, tehát nem nagyon vitatkoztunk arról, hogy Vincenti József pozitív vagy negatív személyiség a magyar történelemnek. Ehhez képest most uh, Ungári Krisztián történész uh, cikkével, talán azt nem mondanám, hogy tanulmány inkább uh, egy tanulmánynak a rezüméje, uh, vagy egy leendő tanulmánynak a rezüméjével egy, egy nagyon komoly vita bontakozott ki erről a személyiségről. Szerintetek ez most helyén való, fontos, és egyáltalán mi az oka, hogy 2022-ben hirtelen Mincenti Bíboros ilyen fontos, és úgy tűnik megosztó személyiségé vált vervedett? Hát ugye Mincenti ö, Bíborosnak a, a történet, történeti a rendszerváltozás óta tudjuk ö, források alapján ö, kutatni, tehát, hogy ott megnyíltak a levéltárak, és hogy egy csomó olyan anyag ö, került elő, és az a teljesen ilyen propagandisztikus kép, ami kialakult róla, hogy a haladásnak a, az akadáz, akadályozója, hogy egy reakciós politikus, azt a képet egy, egy picit ö, lehetett árnyalni, és azt gondolom, hogy, hogy történészként nekünk talán ez a, feladatunk vagy a hivatásunk, hogy megnézzük ezeket a forrásokat, hogy minél szélesebb kört föltárjunk, publikáljunk, és ez alapján ö, vonjuk le, vagy, vagy tegyünk helyre, hogyha valamit helyre kell tenni, vagy erősítsünk meg. Tehát nekünk nem, nem az a feladatunk, hogy, hogy fekete-fehéren mutassunk be valamit vagy egy személyiséget, hanem hogy, 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 hogy a személyiségnek az összetettségét, hogy ne féljünk attól, hogyha ha valami mondjuk egy kicsit más a felfogásunk most egy kérdésről, vagy mondjuk 50 évvel ezelőtt mi volt, tehát hogy, hogy lehetnek ütköző pontok vagy ellentétek is, akár egy személyiségen belül, de hogy keressük azokat a, a pontokat, amit egyrészt korhoz kötötten tudunk mondani, tehát hogy most akár a, a zsidó kérdésről, antiszemitizmusról máshogy gondolkodunk most, mint mondjuk a a 40-es években, vagy akár a 20-as években, és hogy hagyjuk meg ennek a fejlődésnek a lehetőségét a személyiségnek is önmagában, meg nyilván a, a történészeknek is, hogy reflektálni tudjunk erre. Gergely, beleálltatok a vitába, kőkeményen a Mincenti Társaság megjelentettél ezzel kapcsolatban, ugyanazon a felületen egyébként, ahol uh, Ungári Krisztián uh, is megjelentette egy cikket. Neked mi a véleményed erről? Ez egy uh, reális vita most? Nem, egyáltalán nem, és ezért tartottuk fontosnak, hogy a Mincenti Alapítvány megnyilvánuljon ugyanazon a fórumon, mert hogy itt úgy érzem, hogy legalább három mesdjét szét kell választani. Az egyik egy történeti, egy történettudományi szegmens, ahol hihetetlen eredmények születtek az elmúlt évtizedekben. Tehát, hogy ez a történészi munka, amiről beszélgetünk, ez egy nagyon-nagyon kiterjedt, nagyon aprólékos és nagyon fontos felismerésekhez vezető kutatási folyamat, aminek van egy elévülhetetlen alapkönyve, Balog Margit monográfiája. Ebben a történetkutatói folyamatban, ami tele van nagyon izgalmas vitákkal, kritikákkal, felvetésekkel, ez a publicisztika teljesen nem illik bele ebbe a sorba. Akkor van egy másik szegmens, a politikai oldal, és azért örülök, hogy a rendszerváltozással kezdjük, mert azért a kiinduló pont, a kommunista diktatúra és a kommunista egyházüldözés mindszenti ellenes narratívája, amely tele volt rágalmakkal. Nagy részt megalapozatlan, kis részt, megalapozott rágalmakkal, de a kettő együtt gyakorlatilag a személyiségének a teljes befeketítését jelenti. És ehhez képest ennek lehetnek folyamánya, én azt gondolom, hogy a politikai közbeszédben is ez Istennek hála letisztult, tehát mind jobb és mind bal oldalon, mind Szenti Víborost alapvetően méltatni szokták. De persze voltak és vannak kilengések, amik ugyanolyan politikai túlzások, mint amilyenek voltak a rendszerváltozás előtt. És akkor van egy harmadik szegmens, ami nekünk a Mincenti Alapítványnak a legfontosabb, és számomra személyesen is, az egyéni, személyes, közösségi és egyházi vonal, mert ez a vonal, ez élen jár a három közül is, de a hárommal együtt is akár, mert mi a Magyar Katolikus Egyházon belül úgy érzem, hogy felfedeztük Mincenti Bíboros életművében, életszentségében, örökségében, azt, ami a mai ember számára, egy mai hívő katolikus számára fontos lehet. És ami a legcsodálatosabb ebben, hogy nem csak a magyar katolikus közösség ment át ezen a folyamaton, hiszen bennünket is értek a rendszerváltozás előtti rágalmak. Tehát ezeket nekünk magunkban is fel kellett dolgozni, hanem amit a legszebbnek tartok, hogy ezt az apostoli szentszék egyhangúan, minden szinten egyhangú döntéssel úgy ismerte el, hogy mint Szent Szent életet élt. András, mint egyhez történész? Ugyanez a kérdés. Igen, ö, innen a Szentség felől közelítenénk, hogy azt hiszem, hogy a, a világi közegben sokszor téves elképzelésünk vannak arról, hogy kit tekint a Katolikus Egyház Szentnek. A Katolikus Egyház Szentjei nem szuperhősök, akik valamiféle speciális képességgel, sokkal tökéletesebb életet tudnak élni, mint mi magunk, hanem ugyanolyan esendő emberek, mint mi. Ö, ugyanakkor valamilyen formában a lelkiismeretük szavát követve, és ebbe is beleférhet a tévedés, az általuk felismert igazság mentén hitelesen élik meg az életüket. A katolikus egyház ezt úgy fogalmazza, hogy hősies fokon élik meg az erényeket. És hogy ez mennyire nem kötődik politikai hovatartozáshoz, adott történelmi szituációban hozott döntésekhez, de én arra szoktam példaként hozni, hogy a nyugati nagy egyházszakadás 14. századi időszakában, ugye avignoni, illetve római pápák sora követi egymást, és mindkét oldalon van egy-egy szentünk. Ferrer Vince az avignoni pápák oldalára áll, domonkos szerzetes, és Szénai Szent Katalin pedig a római pápák oldalán áll. És nem egész egy emberültől azt követően, hogy maga az egyházszakadás megszűnik, az egyház mindkettőjüket szentét tudja avatni. 1417 az egyház szakadás megszűnése, 1450-es években az egyiküket, 60-as évek elején a másikukat. Tehát amikor letisztulnak ezek a, a, világi, politikai, esetleges tényezők, akkor, akkor felszínre kerül az, hogy az ő életük valójában ilyen vallási, hitbeli szempontból miről szól. Viktor, a nemzeti emlékezet szempontjából is egy viszonyítási pont. Igen, én azért onnan indulnék ki, hogy fontos és érdemes a vita. A kérdés az az, hogy október 23-án 8 óra 10 perckor megjelenő cikk, amely éppen egy időben a Mincentineum felavatásával, jelent meg, és a mincentinom abból a szempontból fontos, hogy van egy mincenti életút kiállítás, és van egy egyházüldözés kiállítás benne. Azon lehet vitatkozni, hogy mincenti milyen szempontból tekinthető lelkipásztori, közéleti, politikai szempontból meghatározó személyiségnek, de Magyarországon végre van egy olyan egyházi személy, illetve nagyon sokan, akik megszenvedték a kommunista diktatúrát, és emléket lehetett nekik állítani. Amikor tavaly Vadovicébe jártunk, és Szent II. János Pál Pápa, Pápa életút kiállítását néztük meg a gyerekekkel, akkor az volt a, a megrázó és a szembeötlő, hogy hogy mennyire ember közel ilyen, és mennyire jól be lehet mutatni. És én azt gondolom, hogy valami hasonló történt itt Zalaegerszegen, és szerintem ez a feladatunk, vagy ez a célunk, hogy minél több olyan embert, aki bármelyik diktatúrának, hogyha a 20. századot tekintjük, áldozatává vált, vagy példaképként föl állítani, emelni az életútja a tevékenységének köszönhetően, akkor ő róluk tudjunk megemlékezni, tudjunk róluk beszélni, nyilván ennek számos formája van, de nem lehet szerintem az kérdés, hogy Mincenti Józsefnek a nemzet történelmében, vagy a 20. század történetében jelentős szerepe van egy olyan kiemelkedő hős példakép, akiről mindenképpen érdemes így beszélni, így tekinteni, és az nyilván nem kérdés, hogy vannak az életútnak olyan pontjai, amit még most vagy tovább is érdemes kutatni, függetlenül attól, hogy valóban Balog Margit egy kiváló monográfiát tett le az asztalra, de számos kérdés, és ő maga is most is foglalkozik Mincenti kapcsán olyan dolgokkal, amiket tovább lehet, meg kell is kutatni. De azért vannak olyan kérdések, akár a nyilas időszakban az embermentés, vagy a nyilasokkal való szembenállása, akár az, amit az említett cikkben a szerző felvetett, hogy ő személyiség zavaros, ezt ki kell kérni. És ki kell kérni, mint történész, és ki kell kérni, mint egy magyar, vagy a vallását hitét gyakorló ember, hogy azért vannak pontok, amikor azt kell mondani, hogy eddig és nem tovább. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy amikor egy embert méltóságában, megpróbálunk megalázni, és egy karaktergyilkosságot vele szemben végrehajtani, halála után, és azokon, amin ő átment az Andrássy út 60-ban, vagy a Konti utcai börtönben, akkor ki kell azt mondani, hogy ez nem elfogadható. Arra egy csomó minden igen, de ez nem. Tehát gyakorlatilag te azt mondod, hogy ez egy karaktergyilkossági kísérlet, és kifejezetten politikai célzatot látsz abban, hogy mondjuk akkor, amikor Orbán Viktor a Mincentineumnak a a felavatásán beszédet mond, akkor jelenik meg ez a cikk. Akkor viszont nagyon fontos kérdés, tehát tekintsük ezt egy kiindulópontnak most, bár tudom, hogy itt történészek is ülnek és nem biztos, hogy szeretnek ilyen politikai jellegű dolgokról beszélni, de én azt gondolom, hogy akkor itt van egy kultúrharcos megközelítés, hogy vajon ennek a cikknek mi a legfontosabb üzenete? Az, hogy az, hogy valakit az elveiért üldöztek a kommunizmus alatt önmagában még nem elegendő ahhoz, hogy az érintettet boldogálhassák, ez a kijelentés, vagy pedig az a summás összegzés, hogy tulajdonképpen Mincenti József a borosa. Én nem annyira ebből a emlékezett politikai megközelítésből olvastam el a, a, az írást, valószínűleg a szerzőt kéne megkérdezni, meg hogy mit akart. Az időzítés tényleg enged arra következtetni, hogy ennek a konkrét saját kutatás vagy vélemény kifejtésén túl távolatosabb célja is van. Igazából engem az lepett meg, hogy amit Detti is mondott, hogy a történész szerep felfogással számomra ugye összeegyezhetetlen egy ilyen. Tehát nem érzed benne a szína, szína íra, egy stúdió a harag és részrehajlás nélküli elvet? Mondhatjuk így is. Rekoncepciót érzel benne? Ö, én azt érzem, hogy nem megérteni szeretné a szereplőt, hanem igen, van egy elképzelés róla, hogy hogy kellett volna Szentinek adott helyzetekben viselkednie bizonyos pontokon, és ha nem úgy viselkedett, az már rossz. A másik pedig, hogy kétségtelen az a sor, amit elővesz epizódok Szenti életéből, azok erősen válogatottak, tendenciózusak ilyen szempontból, van, ami kimaradt belőle, hát csak, hogy egy példát említsek, ugye a, a e, nyilasokkal szemben, hogy a nemzeti szocializmusban Mincentinek igazából a szocializmussal volt a, a baja. Tehát aki bármit is valahol olvasott Mincentiről és Mincentitől, az tudja, hogy élete egész során hallatlan szociális érzékenységről lett tanúságot. Tehát aki egy ilyet le tud írni, az vagy teljesen tájékozatlan, vagy valóban rossz indulatú. Tehát metodikai problémák vannak? tanilag is teljesen helytelen. Tehát e, én azt gondolom, hogy ha valaki valamit üzenni akar, akár emlékezett politikai szinten is, az legyen alátámasztott, legyen hiteles, legyen forrásokkal e, indokolható és alátámasztható. Azon lehet vitatkozni, hogy egy adott dokumentumot, szöveget hogyan értelmezünk, de amikor, amikor egyszerűen e, bizonyos elemeket elfeledünk, más elemeket beemelünk, ráadásul úgy, hogy arról azért már, ahogy itt elhangzott, bizonyos értelemben történelmi konszenzus alakult ki, hogy melyek azok az elemek nyilas mise kapcsán a, megtörtént, de nem úgy történt. Ez kicsit az a vicc, hogy igen, Moszkvában zaporozecseket osztogatnak, és nem, ö, a hír igaz, ö, de Leningrádban nem zaporozecseket, nem volgákat, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Egy kicsit ebbe az irányba megy el számomra ez, ez a narratíva, ami ebből a, az írásból előtűnik. Kicsit belét folytattam a szót az előbb, Viktor. Szerintem az egy fontos kérdés, hogy egy ilyen írás, hogyha ez egy sajtótermékben jelenik meg, akkor nyilván egy picit más ö, szempontok szerint kell tekinteni, mint hogyha mondjuk egy szaktudományos folyóiratban. Nyilván sajnos a egyhez történeti szemlét nem olvassák annyian, mint egy internetes portált, de ettől függetlenül azért vannak a szakmának olyan szabályai, elvei, akár, amit András is említett, a forrás kritika, megfelelő források, vagy megfelelő szakirodalom használata. Tehát azért Balog Margit neve azt gondolom, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy amit ő Vincentiről írt, több monográfiában, az megkerülhetetlen. És számos olyan 5-6 éve vagy 8 éve megjelent könyvében tételesen be van bizonyítva, le van írva, amit figyelmen kívül hagyunk. Akkor igazándiból így azért elég nehéz egy szakmát művelni, vagy akkor újra kell bizonyos forrásokat olvasni, de én ezt nem látom, tehát itt igazándiból a fő probléma az az, hogy a szerző sok esetben a szakmánk a történetudomány alapvető kritériumait figyelmen kívül hagyja. Csak egy, egy gondolatot még ehhez így kiegészítésképpen, hogy tehát, hogy itt Balog Margit neve sokszor elhangzott, és tényleg megkerülhetetlen, amit írt. És letett az asztalra. Ugye az Akadémiai doktor értekezése az ebből a, a könyvből született meg de hogy, hogy nagyon sok más olyan kutató és évtizedes kutatási tapasztalat van, ami, ami itt összejött, tehát hogy, hogy, tehát hogy lett volna amihez nyúlni, nyilván, hogy ugyanúgy megkerülhetetlen a Somorjai Ádám ő, atyának a kutatásai, mint a Mészáros Istváné, aki ugye a, a Szent Javatási Pernek is a, a történész szakértője volt, és, és tehát, hogy sokáig sorolhatnánk ezeket a, az embereket. Tehát, hogy az hiányzik egy kicsit ebből a, a cikkből, hogy a, hogy a kutatásnak, tehát hogy a szakirodalom ismerete, vagy a kutatási eredmények, amik megszületek, hogy azokat egyszerre tárjuk a a, a nyilvánosság elé, és ne, ne csak azokat szálazgassuk ki, ami éppen a saját mondani valónkat, vagy a, az elgondolásainkat átadja. Ez nagyon fontos benned, amit mondasz, de ez volt a cél? Ennek az írásnak ez a célja? Azért, hogyha, hogyha az ember egy picit. Én többször elolvastam, és el kell mondanom, ne vegyétek bornértságnak, de azt éreztem, hogy egy olyan személyiséget akar leírni benne a szerző, aki egy valamiféle atavisztikus, kicsit személyiségzavaros, ezt le is írja egyébként, ugyanakkor pedig már hát időskori demenciát jeleit mutató személyiség, miközben ugye azért sok mindent lehet mondani Mincenti bíborosról, de mondjuk ezek az atavisztikus dolgok, amikre hivatkozik, hogy legitimista, meg, meg, egyébek, ezek, ezek nem arról szólnak, hogy ő valamiféle visszahozhatatlan régi világot szeretett volna Magyarországon megvalósítani, hanem egyfajta ideáltípust próbált kialakítani azok alapján, az elvek alapján, amik őt jellemezték. Igen, egyébként ebben a cikkben talán a legbántóbb az pont az, hogy bántó. Tehát, hogy rettenetesen túlzó, rettenetesen leegyszerűsítő, a történelmi igazságokat is nem hogy szabadon, hanem egyoldalúan és torzító módon kezelő, de a leglényegesebb benne, hogy bántó. Akikkel én beszélgettem, akik ezt vasárnap olvastuk, október 23-án, én Frankfurtba, ahol az ottani magyarok mincenti megemlékezésén vettem részt, elkeseredtünk. Ez volt az első reakciónk, egy szomorúság. És ez azért fontos, mert pont erről beszélünk, és olyan úgy örülök, hogy ilyen nagy áttekintésbe beszélünk róla, mert nem tudjuk, hogy a szerzőnek mi volt a szándéka, de azt tudjuk, hogy Magyarországon volt egy nagyon izgalmas közösségi folyamat. Az, hogy a kommunizmus nagyon egyoldalú, rágalmas, befeketítő, mincenti ellenes, durva, verbális agressziója után történt a 90-es évek elején, az inga kilengett a másik irányba, volt egy nagy és túlzó, és mint Szenti Atyát egy ilyen fekete-fehér hősként fehér, a fekete után fehérnek bemutató látásmódunk, nekem is, és az a fantasztikus, hogy mind egyházi közösségi vonalon, mind a történettudományban, ez gyönyörű szépen elkezdett árnyalódni, és ebben nagyon fontosnak tartom a szakmaiságot. Tehát, hogy a történész szakma valóban sokan sokat hozzátettek ehhez, és ennek köszönhetően van egy olyan nemzeti hősünk, meg egy olyan szentéletű bíborosunk, akit például hihetetlen jól ismerünk. Tehát olyan szakirodalma van, mint nem is tudom, kihez lehetne hasonlítani. És akkor ebbe egy derültékből villámcsapásként, miközben végre lenne egy nemzeti minimumunk, tehát végre lenne néhány ember a magyar történelemben és a magyar egyház történelemben, akit bárki Magyarországon minden magyar a sajátjának érezhet, hogy én is sajátomnak érzem nagyimre kommunista mártír miniszterelnökömet, az 56-os szabadságharc csodálatos hősét, és nem foglalkozom azzal, hogy milyen út vezethet oda az ő életében. És mint mint hogyha pont ilyen, hogy amit letett ő az asztal, amit tett az ő szeretett népér, és ez nem túlzás, ez nem egy ilyen, egy, -egy ilyen szólam, mert, mert ő, a magyarokhoz olyan szinten, olyan elfogultan és, és, és megható módon ragaszkodott, és annyi mindent tett ezért az országért és ezért az egyházért. Mellette voltak hibái, túlzásai, tévedései, hogy persze, hogy voltak. Voltak anakronisztikus gondolatai, persze, hogy voltak. Voltak olyan részei, 1892-ben született, ami 2022-ben már ne, ak, nem lenne aktuális. Hát persze, hogy voltak. De pont az a szép benne, hogy van egy olyan érték benne, amit minden különbségtől függetlenül becsülhetünk, és végre van, tehát olyan, mint egy, mint egy családba egy, egy, egy nagypapa, ki hát tudjuk, hogy így is beszél, úgy is beszél, meg századszor mondja el, de örülünk, hogy elmondja. Mert egy áldás, hogy van nekünk. És ezért érzem úgy, hogy, és ebből a szempontból talán örülhetünk is annak, hogy, hogy ez az írás, ez. Abszolút kilóg a sorból. Tehát itt semmilyen oldalról, se a tudományban, se a közbeszédben, de még a politikában sem ilyen durva bántás, mint Szenti bíborost eddig nem érte. És azért bízhatunk is benne, hogy ezután se fogja, mert ez méltatlan ahhoz is, aki leírja, és hozzánk is, akik olvassuk, és akiket hát ez megbánt, nagyon-nagyon mélyen megbánt. Milyen ember volt igazán? Szerintem sok szempontból önkritikus, ezt nem szoktuk ö, emlegetni, amikor megérkezik hozzá a kérdés, hogy vállalná az Esztergomi érseki szék elfoglalását, akkor időt kér, és van egy napló jegyzete, amiben végigveszi a pro és kontra érveket. És a kontra érvek között nagyon szépen ott van, hogy nem tud nyelveket, ö, nem ért a diplomáciához, csak az elvek ereje, ezt írja. Hát tudja, hogy ő milyen habitus. És akkor felsorolja mellé, hogy mennyi időbe telne, még új szemét keresnének, elárvult magyar egyház, stb. Mi szól mellett, hogy mégis vállalja, és ezeknek a korlátoknak a tudatában vállalja ezt. És a másik, amit, hogy milyen ember volt, én, én azt gondolom, hogy az ő szemét akkor értjük meg igazán, hogyha az ő szocializációját egyházról és az egyház feladatáról alkotott felfogását megpróbáljuk megérteni, megismerni. 19. század végén, 20. század elején nőtt ő fel, abban a közegben szocializálódott. A 19. századi egyháztan, a Societas perfekta az egyház, mint tökéletes társaság, az állammal azonos rangú autonómiát magának megkövetelő társaságként tekinti az egyházat. Ebből következően természetesen az egyháznak a jogi, hierarchikus vonásai kerülnek előtérben. A hierarchikus vonásból következően a klérus szerepe kiemelt a hívekkel szemben, régi egyházkép, zsinat előtti, de, de ha ebben olvassuk az ő tevékenységét, akkor, akkor akár a politikai döntései is más megvilágításba kerülnek. Ebből a societas perfecta a tamból következik az, hogy az állam is, az egyház is autonóm valóságok, nem szólhatnak bele közvetlenül egymás életébe, viszont mégis a 19. század végén, 20. század elején élő politikai ö, felfogásban, egyház politikai felfogásban azért az benne van abszolút, hogy az egyház az örök értékek képviselője, tehát valamilyen szempontból mégis kötelessége erkölcsi kérdésekben a közéletben hallatni a hangját. Tehát nagyon fontos a liberális demokráciák korabeli felfogásával szemben, hogy a vallás nem magánügy, hanem igazi, igazi közügy, van közéleti mondanivaló és ebből következnek azután azok a döntések, amelyek szent életét végig végig kísérik vagy végig mutatják. Egy másik nagyon fontos elem szerintem, hogy ő élően követi az egyházi tanítóhivatalnak a megnyilatkozásait. Elhangzik, a, vagy de, olvashatjuk az írásban, hogy hogy antidemokratikus volt. Valóban ez is kommunista örökség, aki legitimista, az nyilvánvaló király, akkor a király az régi, ö, nem demokratikus. Ö, sokat szoktak vitatkozni az 1945-ös választási körleveléről, mint Szentinek. Leginkább azt emelik ki, hogy mennyire pártos, mennyire egy irányba mutat. Nem szoktunk arról beszélni, hogy az a demokrácia felfogás, amit ott kifejt, az igazából egy az egyben 12. Pius pápának az 1944-es karácsonyi rádióbeszédének az interpretációja, annak a rádióbeszédnek, amelyet az utókor a történész szakma úgy értékel, hogy a demokrácia megkeresztelése. Nem egy liberális demokrácia felfogás, nem tömegekre, hanem ö, szabad, gondolkodó, felelős személyekből álló népre és felelős vezetőkre támaszkodó demokrácia felfogás, ami minden döntésben nem az egyszerű többségi elvet, hanem az örök értékekhez, az erkölcsi törvényhez való viszonyt is szem előtt tartja. Ez tűnik ki belőle. Amit mondtál, kinyitottam a cikket. A befejezést fogom felolvasni. Az ő világképe a jobbágyok és főispánok világa a töményen telefüstölt egyenlőtlen, társadalmi egyenlőtlenségeké, amelyben a szegényeknek és elnyomottaknak a tekintély alapján kell elfogadniuk a nyomorúságos sorsukat. És akkor az utolsó mondat, ez, ezt sikerült a Nernek kanonizálnia. amit itt történik, ez egy dekanonizációs kísérlet, vagy egy új kanonizáció, mert megjelenik ki a cikkben egyébként Márton Áron és Apor most neve is, mint a lehetséges új kánon. Márki? Szerintem nem kell, nem feltétlenül kell új kánont létrehozni, illetve maga a kanonizáció szó, ez az egyháznak a feladata a dolga, hogy kitemelünk oltára, kitemel az egyház oltára, kitavat szenti, az, hogy valakiről kimondjuk, hogy egy adott korban a történelmi jelentősége vagy szerepe kiemelkedő, az nem azt jelenti, hogy hiba nélküli. Szent Istvánnál se beszélünk arról, hogy akkor azt a koppányt négy felé vágatta, és az mai szemmel nézve, hát nem túl emberbaráti vagy keresztény szempont, de ott volt egy magasabb rendű történelmi helyzet, aminél ezt ő megtette emberek vagyunk, hibát követünk el a mindennapi életünkben, mi is, és Mincenti Bíborosnál én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy amire itt az András is utalt, hogy milyen fejlődésen megy át, honnan indul egy pici, pár száz lelkes vasmegyei kis faluból emelkedik föl, és talán nem is feltétlenül csak és kizárólag az ő esztergomi érseki időszaka, hanem akár mondjuk a életének legnagyobb keresztje, ahogy fogalmaz, az emigrációba való kimenetele, és ott 80 évesen öregemberként, betegemberként a világon szétszóródott magyarok lelkipásztora lesz. Hát valaki a papírlevelezés és a nehéz utazási körülmények időszakában Ázsiát leszámítva az összes kontinensre eljut, hol vagyunk második János Pál pápa a nagy utazó pápa időszakától, és ő ezt ugyanezt megcsinálja, csak a magyarok idézőjelbe csak, a magyarokhoz, és nem csak katolikusokhoz, hanem azokhoz, akik az emigrációban élnek. Neki egész életében a legfontosabb, hogy pap, lelkipásztor, szerintem a politika, a közélet és nagyon sok kérdés, az fontos, de ő neki az alapvető hivatása, feladata az 1915-től pappá vagy még korábban a szemináriumi időszakától, hogy ő a papságra készül, és mindent ebből a szempontból kell nézni. És egyébként nagyon jók azok a példák, akár Apor vagy Lénárd Ödön, de még talán Bulányi atya is, de ők közülbelül hasonló vehemenciával, vagy hasonló felfogással álltak a saját egyházuk mellett. Lénárd Ödön is nagyon keményen fogalmaz a hitvalló és a esetlegesen megalkuvó egyház kapcsán, de ezek részletkérdések. A kérdés az az, hogy Vincenti Bíboros életútjában tudunk-e olyat találni, amire Gergő is utalt, hogy mindannyiunk számára, minden magyar számára elfogadható és példaként állítható. És egy dologgal, hadd egészítsem ezt ki, a idézett mondathoz kapcsolódóan, ami szintén bántó, de a legbántóbb benne az, hogy mennyire igaztalan. Mert amit Andris és Viktor elmondott, ezt azért hagyj egészítsem ki azzal, hogy egy dologban a bíborost közelről ismerők és a mincentibíboros hívő közösségét képező személyek magyar katolikusok körében, egy dologban biztos, hogy mindig konszenzus volt az ő népközelsége szempontjából. Tehát, hogy ő a nagyon-nagyon egyszerű népgyermeke volt, faluról jött egyszerű családból, és ezt a szociális érzékenységét, ezt a népközelségét, amire Andris is utalt, egész életében megőrizte. Csodálkoztak rajta pap és főpap társai, hogy milyen könnyen szót ért az egyszerű emberek, hogy mennyi érdekli őt az egyszerű embereknek a sorsa. Az, hogy egy szertartás után ott marad, és megszólítható. Az, hogy a szentbeszéde annak ellenére, hogy hihetetlen lassú, és és kicsit nehezen figyelhető és követhető beszéde volt, mégis annyira lebilincselte a hallgatóságát, azért, mert tele volt életközeli példákkal, hasonlatokkal, képekkel. Tehát, hogyha ha mind hogy persze egy sajátos társadalom keretében született és szocializálódott, ennek megfelelően ezeket átvede, de hagyjam mondjuk egy bon konkrét példát az ő feudalizmusára, amit olyan sokat emlegettek régebben is, remélem most már nem fogjuk újra ezt emlegetni hogy nagyon szép az az idézet, amit egyébként egy szentbeszédében mondott legtöbbet az ilyen személyes dolgairól, és akkor elmondja, hogy megkérdezte a diák társait a Magyar Királyság Premontrai gimnáziumában, hogy hogy kell titulálnia a diákokat. És akkor azt mondja, hogy neki azt tetszett legjobban az a titulus, nem a méltóságos, a kegyelmes, meg a hasonló, hanem az, hogy szép reményű, szép reményű. Ez az egyik, ami eszembe jutott, a másik pedig az, hogy Mártonáron Apor Vilmos, hát csodálatos csillagaink ők, itt, mint a stúdióban is látjuk ezeket a fényeket. A katolikus egyházban azoknak indul el a kanonizációs eljárása, akiket a hívő nép szentnek tart őket minnyáján szentnek tartjuk, ezért indult el az eljárásuk. Tehát nálunk ez nem úgy van, hogy az egyik szembe megy a másika, vagy szembe áll, ez is nagyon fontos, amit Andris mondott, hogy, hogy a, ugyanígy a 15. századból, de akár már az apostoli korból idézhetnénk Szent Pétert és Szent Pált. Nem baj, hogy későgyre menő vitát folytattak a Jeruzsálemi zsinaton, és az egyház történelme és a szentek története tele van ilyenekkel. Pont az a szép bennük, hogy különbözőek, másmilyenek, máshogy gondolkodnak, máshogy cselekednek, de alapvetően ugyanaz van bennük, ugyanaz az Isten és ugyanaz a közösség tudat. És ez mind meg megvolt, és ez a legfontosabb. Csak egy dolog jutott eszembe az eredeti kérdésre, hogy demitizál vagy deheroizál. Szerintem a kettő keveredik itt össze. Tehát egy kritikus történeti olvasata abszolút jogos és megalapozott igény mind de ez nem lehet. Ennek a cikkében ez meg is jelenik. Igen, Tehát a, 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 valóban a. a, a Kritikai attitűd abszolút benne van ebben a cikkben. Igen, vég, végig lehetne lemenni olyan epizódokon, olyan döntéseken, olyan víziókon, vagy akár amit itt Viktor említett, abból kiindulva, hogy, hogy mint az elvek embere, nincs kompromisszum. Ennek megvan a maga indoka az ő felfogása szerint, de ugyanilyen legitim, hogy mellette ugyanúgy egyházféltésből, ugyanúgy jó szándékból, ott van az egyházi vezetésben egy olyan csoport, a Magyar Katolikus Egyházban egy olyan csoport, amely keresi a modus vivendi a kiegyezés, az elvek feladása nélküli kompromisszum lehetőségét a fennálló rendszerrel, mert, mert úgy tűnik számukra, hogy, hogy ez az, ami hosszú távon az egyháznak az életét biztosítja, lehetőségét biztosítja. Ez szerintem egy akadémiikus vita hogy a lelkipásztori felelősség, vagy pedig a, a, az evangéliumi hitvalló e, tanúságtétele az elsődleges feladat. Na most én attól félek, hogy pont itt törik el ez a vita. Te, ti a tudomány, az akadémiai tudományosság felől közelítetek ehhez a dologhoz. Hogyha viszont megnézzük a cikket, akkor az az évrendszerét, a történelmi forrásokat úgy építi föl, hogy ennek a cikknek, ez legyen a végeredménye. Tehát itt nem arról, nem csupán arról van szó, hogy mint Mincenti püspököt, hogy egy új kontextusba akarjuk állítani, hanem tulajdonképpen itt arról is szó van, hogy óvatatlanul beugrik a cancel tehát a történelm újraírásának egy kísérlete. Rosszul látom? Erre hagyd mondjak csak zárójelben, egy nagyon neves történésszel beszélgettem, és ő azt mondta, hogy azért nem vitatkozni ezzel a cikkkel, mert ez a cikk szintiszta propaganda. Ha ez valóban megállja a helyét, akkor ezzel tényleg nincs mit vitatkozni, és akkor nem is ez a célja. Nem a történeti kutatásnak az árnyalása, nem az adott személy jobb megismerése. De mi van, ha a provokáció? Mi van, ha egy uh, tudományos vita Kiprovokál. De ez a, a tudományos korom. vita zajlik. Igen, ha az lenne, akkor semmi baj nem lenne vele. Igen, Tehát de egy a tudományos vita mód. él. Azt gondolod, hogy ez feltételes módban igaz csak, ha az lenne? Hát egy tudományos vitát megalapozott tézisekkel lehet szerintem elindítani. Itt tézisek vannak, de megalapozás nincs hozzájuk. Bernadette? Ö, azt gondolom, hogy. Ö, tehát, hogy valószínűleg más volt a célja, és nem tudom, jó lenne megtudni, hogy, hogy mi volt Nyilván ez. kísérletet teszünk majd erre is, de, de most, most kifejezetten a te történészi véleményedre vagyok kíváncsi. Tehát, hogy a, a, a történészi étosz, az vajon megengedi az, e azt, hogy, 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 hogy politikai ideológiai elvárások alapján újra értelmezzünk történelmet. És itt már egy másik szintjére jutunk el, tehát ez már a történetfilozófia szintje. Nem életen hoztam be egyébként a cancer culture ebbe a dologba. Hát az, azt gondolom, hogy ahányan itt vagyunk, tehát hogy, hogy nyilván azt tesz minket történészé, hogy van egy szakmánk, aminek vannak, tehát hogy tanultuk az egyetemen, tehát el, elsajátítottunk egy, egy, egy gondolkodásmódot, és az szerint próbálunk dolgozni, és azt szerint próbáljuk meg magyarázni a vagy azt szerint próbáljuk meg a múltról alkotott képünket most a 21. A, a század elején elmondani. De tehát, hogy én nem fogom számon kérni a szerzőn, hogy, hogy ő mit tett. Én a, tehát, hogy az, az, a, én azért vagyok felelős, amit én, leírok azokért a kötetekért, amit megszerkeztek, tehát, hogy, és azért, hogyha ha van valami, tehát, hogy egy ennyire erős beállás, ami szerintem, tehát, hogy, hogy azért tehát, hogy Ungvári Krisztián egy, egy elismert szaktekintély ő és az akadémiának a doktora, hogyha már itt való Margitnál megelőttetünk, tehát tudja a szakmának a, 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 az érvrendszerét, meg a készletét, meg hát szóval nem, senki nem vitatja az ő történész létét, de hogy ez az írása, ez, tehát ez egy ilyen diszkrepancia, tehát, hogy nem tükrözi azt a, azt a szintet, vagy azt a, azt a tudást és azt a, a történészi mesterséget, ami nekünk a birtokában van, tehát hogy ez a probléma itt szerintem. Viktor? Dettivel abban, hogy vannak olyan szabályok, amiket mindannyiunknak be kell tartani, és enélkül elég nehéz vitát folytatni de ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy a, a szakmai vitát, azt szakmai fórumokon lehet lefolytatni, a szakma eszköztárával. Itt a műsor előtt beszélgettünk, hogy lehet, hogy újra lehetne olvasni forrásokat, beszélgetni arról, vagy vitatkozni arról, hogy pontosan mit is értünk bizonyos Gondolatok, lépések mögött, de ez azt kívánja, hogy akkor betartsuk azokat a szabályokat, amik mindannyiunkra körülbelül hasonló módon kell, hogy vonatkozzanak. De hogyha kilépünk ebből a közegből, és megengedünk magunknak olyan dolgokat, ami a szakmai szabályok szerint nem elfogadható, ott nehéz vitatkozni. Én amikor a Mandiner felületen a cikkkel kapcsolatos gondolataimat leírtam, nem a részletekben menően, mert azt gondolom, hogy bizonyos dolgokkal nem lehet vitatkozni, mert már eldöntött tény, hogy hogyan és miként reagált, és ezt mások helyettem megírták, viszont vannak olyan pontok, amikre pedig azt kell mondanunk, hogy nem elfogadható emberileg. Tehát én ez most nagyon erős párhuzam, de amikor az első zsidókkal megrakott vonat elindult, vagy amikor Kovács Bélát 47. február 25-én elvitték, vagy amikor az egyenzi iskolák államosításánál a parlament ezt megszavazta, és Slakta Margit űrve maradt, akkor ott valaki kiállt egy nagyon komoly, a történelmünk meghatározó pillanatainál, és vannak ilyen helyzetek, amikor azt kell egyszerűen mondani, hogy ez nem elfogadható, és nem mincenti kapcsán. Tehát én teljes mértékben egyetértek Gergővel abban a tekintetben is, hogyha valaki jön ma, és azt mondja, hogy Nagy Imre Elárulta a forradalmat, vagy nem megfelelő módon tevékenykedett. Erről én azt fogom mondani, hogy de ez nem elfogadható, hiszen ő ott abban a de pillanatban. Ilyen de heroizálási kísérletek is vannak, azért tegyük tisztában. Biztos, hogy vannak, de szerintem ez fontos, hogy abban a helyzetben azt a történelmi szemét és cselekedetét, el kell tudnunk ismerni. Az, hogy Nagy Imre mit csinált a padlássöprésben, vagy mezőgazdasági miniszterként, agrárminiszterként mit tett, azt kimondjuk, és azt nem lehet ö, megkérdőjelezni. De akkor is volt az életében egy pillanat, amikor ö, megfelelő módon ö, lépett, cselekedett, és beemelkedett, belépett azok közé, az emberek közé, akik a magyar történelmünk meghatározó emberek. Széchenyinél sem állunk neki azon vitatkozni, hogy most ö, az ő elméje, némi nemű bezárás, meg mindenféle egészségügyi probléma után hogyan és miként alakult. Tehát ez méltatlan. Hát azért nem véletlenül nem kutatható, meg nem ismerhető meg egy embernek, az történészként sem, akár az egészségügyi állapotára, akár egyéb más területére vonatkozó olyan szenzitív adat, ami pláne egy kommunista diktatúrában, vagy egy náci nyilas diktatúrában számos, akár propagandisztikus, akár olyan eszközökkel lett leírva, vagy került megállapításra, aminél azért élhetünk a gyanúperrel. Tehát itt azért mindenképpen fontos azt látni, hogy vannak abszolút jogos és vitatható kérdések, pontok, és van az, amikor valakit emberi méltóságában alázunk meg, és ez nem elfogadható. Igen, csak itt az az óriási probléma szerintem, hogy az a fajta szakmai történeti, történészi vita, amiről ti beszéltek, az, ha ebből egy nagyobb volumenű vita bontakozik ki, az egy elvi ideológiai vita lesz. És ez abból a szempontból fontos, és akkor itt jön össze az emberi és a szakmai aggály az írással kapcsolatban, hogy azért mit várunk a történéseinktől. Azt, hogy olyan forrásokat tárjanak fel, amikhez mi nem juthatunk, és ez segítsenek nekünk értelmezni és átélhetővé tenni, ezáltal jobban megérteni történelmi személyiségeket, történelmi korokat, történelmi helyzeteket. Tehát én biztos nem azt várom, hogy minősítgetések hosszú sorát olvassam, és azt gondolom, hogy erről egy senki fölött, nem hogy egy nemzeti hős fölött és egy szentéletű bíboros fölött, de bármelyikünk fölött se lennék partner abban, hogy mint valamiféle, nem is tudom milyen ítélkezési alapon, minősítgetéssel folytassak párbeszédet róla, hanem megérteni szeretném, átélni szeretném, és ebből a szempontból tényleg izgalmas, hogy ez zajlik. Hát épp most itt a beszélgetés előtt Andrissal beszéltünk róla, hogy 12. Pius pápának a vatikáni forrásanyag a felszabadult. Andris rengeteget foglalkozik ezzel, és nagyon érdekes adalékokat tud majd behozni, ami a magyar egyház és mint főpapi szolgálatában számunkra újdonság lesz. És ez majd tovább árnyalja, de hogy ez egy folyamat, hát ez egy hatalmas folyamat, ami nagyon sokan vesznek részt, ez egy, ez egy óriási szellemi energiát, időt, áldozatot igénylő nagy folyamat, ami nem arról szól, hogy, hogy akkor én most így bele, bele akár pro-kontra belerondítok, hanem ez, 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 egy, ez, egy, ez, egy, ez egy tudományos út, amin jár a szakma, és ebből mi Istennek hála profitálunk, mert ez segíti a mi képünknek is a tisztázását. Ha már ö, szóba jött a, a pápa, ugye ö, a cikk az ö, hatodik pápának a szilenciumát emeli ki, nem pedig azt, hogy tulajdonképpen ekkor zajlik a második vatikáni zsinat amelyben, amelynek a, a döntései végül is átmennek mint szentén, és onnantól kezdve úgy éli ő is a, a klérusban az életét, ahogy azt a zsinat elvárja. Az biztos, hogy a II. Vatikán a zsinat és Mindszenti kapcsolatával, a zsinat tanításáról Mindszenti által kialakított véleménnyel kapcsolatban még vannak adósságaink. Tehát ez is egy olyan terület, ami még egy több tekintetben nyitott kutatási terület, de én azt gondolom, hogy ebben a pápákhoz való viszonyában, hatodik pállal folytatott vitájában is, van egy konkrét ö, dimenzió, hogy a keleti politikáról eltérő álláspontjuk van, ez ütközik. Mincenti, amennyire én látom, az utolsó pontig elmegy, amíg elmehet, hogy a saját álláspontját elveit megvédje, Amik, azt írjak, amikor viszont a pápa irredenta, amikor a pápa erre ö, hoz egy, egy döntést, ő aláveti magát. Tehát gyakorlatilag ő attól kezdve elfogadja az egyházi felsőbbségnek a döntését, még ha nem is ért vele egyet. Tehát szerintem egy alapvető magatartás, mert megtette volna azt, hogy egy, egy pápa ellenes a zsinat után elindul az egyházon belül több ilyen, élére áll. Nagy zászlóvivő lehetett volna belőle, ezt a szerepet ő tudatosan nem vállalja. Van benne egy, egy nagyon most megint rossz 19. századi uh, szóval érve egy, egy ultramontán egyház felfogás is, tehát ő számára Róma egy eligazító pont, és lehet, hogy van vele vitája, de ha Róma döntő utolsó szót kimond, azt elfogadja. Elhiszi azt, megint egyház felfogás, hogy, hogy az valamilyen formában más belátásokon alapulva elképzelhető, hogy hosszú távon a helyes döntés lesz. Éredente és revizionista volt az utolsó pillanatig, Bernadett? <laughs> Szerinted. Ez is egy nagyon fontos vádpont, mint Szentivel szemben. Akkor, tehát, hogy, hogy itt is a, a fejlődésére, meg egyáltalán az, hogy arról talán még nem beszéltünk, hogy azért hogy Mincenti szerepét, vagy ö, ö, személyiségét, tehát a, az emberi jogok szempontjából is, mint annak egy ilyen nagyon ö, korai, ö, és az emberi jogokat tiszteletben tartó előfutárát ö, gondolhatjuk, vagy tudhatjuk, és itt mondjuk akkor csak a második a világháború utáni német ö, kitelepítésre gondolok hogy ott is ö, tehát hogy ahogy megpróbált ö, eljárni vagy minden ö, követ megmozgatni hasonlóan ugye a a, a kiai magyarok ö, esetében tehát hogy hogy azt gondolom, hogy hogy személyeket látott, és ahol szükség volt, oda ment. Tehát, hogy így jutott el az internáló táborokba, és ezekkel a, a tapasztalatokkal, tehát, hogy egyrészt, ahol szükség volt oda ment, és ami még szinte ma nem került szóba, de hogy, hogy egy mondat erejéig azt gondolom, hogy fontos megemlékezni arról, hogy itt Magyarországon 47 és 48-ban, ugye Mária évet hirdetett, és hogy, a, hogy az, a, az a fajta lelkiségi megújulás, ami Magyarországon a két világháború között, tehát hogy, hogy ez is egy Reális olvasata annak az időszaknak, hogy ott a, az egyesületi élettől kezdve, hogy, hogy milyen ö, erőfeszítések történtek arra, hogy akár a szociális kérdést, ugye Kerkai ö, Páter a szerzetes, aki az agrárifjúsági mozgalmat, ö, ugye a kalotot megszervezte, és a, a tehát, hogy a falunak a legszegényebb ifjúsági rétegéhez jutott el. Tehát, hogy ezek itt mind mozgolódtak az egyházba, és ennek egy kicsúcsosodása volt ez a 47-48-as Mária év, amikor ugye az egész ország megmozdult, és, és ö, több millió ember volt az, aki valamilyen módon ezeken az arándoklatokon, szentmiséken részt vett, és kinyilvánította azt, mert ugye ez már akkor egy politikai kiállás is volt, hogy, hogy ők más ö, módon képzelik el a, a magyar jövőt, tehát hogy egy, egy, egy szabad, egy ö, ö, polgáros, Polgári réteg demokrácia alapján, tehát hogy hogy ami ugye a 45-ös választáson megvalósult, amit kimondta a, a nép, ugye, hogy 57%-kal a független kisgazda párt győzött. Tehát, hogy ez egy nagyon masszív többség volt, és ennek az útnak a, a kijelölése ott megtörtént, aztán az, az, az más kérdés, meg azt kutatjuk, hogy hogy, hogy, hogy ez hogyan. Talán gyakorlatilag hát, bizarra, hogy egyébként pont ez az év a, a, a totális kommunista hatalomátvételével is. Hát ugye régen volt ez a, a terminus, ugye 48 a fordulat éve, azért tudjuk azt, hogy persze sok minden akkor történt, de hogy azért előtte már nagyon erőteljesen megvolt a kommunista párt oldaláról ez a, ez a nyomulás. És... De itt van egy nagyon fontos, amit Detti mondott, és Viktor is utalt már rá, hogy ez a lelkipásztori, főpásztori attitűd, és, és azt lehet mondani, hogy Mindzenti atyának a hite, mint háttér. És akkor én válaszolok arra a kérdésre, az én ismereteim alapján, hogy mindszenti bíboros feladta -e a történelmi Magyarország visszaállításának reményét? Nem. Hogy megvolt-e benne a történelmi Magyarország eszménye? Meg. Talán ezt megérthetjük egy 1892-ben született embertől de amit nagyon fontosnak tartok, hogy ebbe számára meghatározó volt a Szent Istváni örökség, a Mária országa örökség, tehát a hite, az ő egyszerű hite és vallásossága, tehát hogy ez nem egy harcos politikai szándék volt, hanem egy nagyon-nagyon mély az ő családjából, édesanyjától hozott eszménye, amit megőrzött egészen a sírig. Igen, gyakorlatilag Gergő elmondta, amit akartam mondani, hogyha nagyon egyszerű, tőmondatos választ akarunk adni, akkor bizonyos értelemben mondhatjuk azt, hogy igen, irredenta volt. Ebbe benne volt az is, hogy a trianont diktátumként, igazságtalan diktátumként fogta föl egyébként a szentszék is, és benne volt az, hogy a 47-es párizsi Békét is egy olyan... Ö, geopolitikai státuszkvó kialakítási kísérleteként, ami aztán hosszú távú volt, ami számára elfogadható volt, és egyébként tegyük hozzá a szentszék számára is. Tehát, hogyha itt a keleti politikáról beszélünk, a nagy különbség talán 12. Pius és az őt követő pápák között, hogy 12. Piusnak az egész politikája ennek a státuszkvónak a lehetséges megváltoztatására törekszik, a vallásszabadság helyreállítása érdekében, és az 56-os forradalom után az új pápák, 23. Ános 6. Pál belátja, hogy ezt a státuszkvót nincsen eszköz megváltoztatni. Ezt el kell fogadni, Ebbe, ezen belül kell a vallásszabadság lehető minimumát elérni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Azt gondolom, hogy ez a beszélgetés egy kibontakozó mincentivitának egy stációja, egy állomása volt. Biztos vagyok benne, hogy erről beszélgetünk majd. Köszönöm a beszélgetést. Önök az ez itt a kérdést látták. Műsorunkat újra nézhetik a mediaclickhu és a Youtube-on is. Hogyan csökkenthető a szakadék az irodalmi szekértáborok között az ez itt a kérdés következő adásában? Erről lesz majd szó, tartsanak velünk holnap is. Én kollégáim nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!